Karácsony Gergely újabb tantárgyból bukott meg. Azt eddig is tudtuk, hogy kihívásokkal néz szemben a matematika területén. Elég csak arra gondolni, hogy nyereségként magyarázza az 1 milliárd forint veszteséget elérő parkolási botrányt. Ahogy az is ebbe a körbe tartozik, hogy a rossz gazdálkodás miatt Zuglót 2 milliárdos hitelt tartja lélegeztetőgépen. Karácsony alkalmatlansága újabb és újabb területeken nyilvánul meg. 5 éve, amikor a helyiek segítsége nélkül nem tudta volna megmutatni Gyurcsány Ferencnek az egyik helyi iskolát, akkor még azt gondoltuk, fog ez változni. De a helyzet csak romlott. Karácsony zavarba ejtő magabiztossággal állítja, hogy Csepel Észak-Pesten található. Ami ennél is sokkal kínosabb, hogy zuglói polgármesterként a Városligettel sincs tisztában, hiszen oda vizionálja a majdan épülő nemzeti, vagy illetve a mári felépült nemzeti múzeumot. Az már csak mellékes, hogy Isztambult Törökország fővárosának állítja be. Készítettünk egy kis videót, hogy megmutassuk a budapestieknek, milyen ember kéri a bizalmukat a következő választáson. Karácsony Gergely egyszerűen nem ismeri Budapestet, folyton eltéved, ne bízzuk hát rá a nemzet fővárosát. És most megtekintenénk a kis filmet. Én konkrétan az észak-pesti fejlesztésekről beszélek. Az egész csepeli fejlesztés, a Galvani híddal és... Akkor Dél-Pest, nem Észak-Pest, ugye? Észak-Pestet mondod. Cseperről beszélek. Igen. A Nemzeti Múzeum épülete azonban egy olyan brutális épület egy park közepén, amit szerintem, hogy mondjam,